Kerekes Elek már olyannyira része Nyíregyháza belvárosának, mint az általa megfestett Kródi szobor. A bemutatott tárlat a színes palettán vonultatja fel a festőművész alkotásait. Verebes György festőművész barátsága legalább 35 éve kíséri Kerekes Elek Győző életét és művészi pályáját. Közelről ismeri az embert, és figyelemmel követi a művészetét befolyásoló hatásokat. Az ő személyisége az stabil, a különféle művészi arcaival pedig különféle formák felé fordul, de ezeknek a tengelyében ugyanaz a művész áll. Tehát a látszólagos sokszínűség az valóban csak látszólagos, mert az átélésnek a mélysége, a lényegiség mindezek mögött az ugyanaz, és ez az övé, ez Kerekes Elek. Kerekes Elek a kerek évszám ellenére, vagy épp amiatt is friss és energiákkal telve keresi az élet megfesthető érzéseit, szépségeit. Verebes György arról is beszélt, hogyan alakult Elek művészete a 70. életévhez közeledve. A művészeknek nem mindegyike, a művészek egy része képes arra, hogy az idő előre haladtával annyi bölcsességet gyűjtsön magába, hogy a kifelé történő megnyilvánulásairól le tudja fejteni a fölösleget. És a gesztusrendszere egyre tisztábbá válik, adott esetben a színei fölfrissülnek, és én az ő legfrissebb művein pontosan ezt látom. És ez egy olyan üdvözlendő dolog, amit az ember mindig örömmel lát, hogy valóban az embert a testi ereje idővel elhagyja, ezt mindannyian átéljük, de a szellemnek a frissessége az ettől függetlenül megmaradhat, sőt, talán éppen ennek a testi, az elmúlásnak a közelettéből táplálkozhat a szellem, és válhat egyre frissebbé, és adhat útmutatást a következő generációk számára. A festő népszerűségét és a nyíregyházi művészközösségben betöltött helyét mi sem tükrözi jobban, hogy a megnyitó helyszínén már alig maradt hely a később érkezőknek. A 70 alkotást számláló tárlat a Pál Gyula teremben és a Városi Galériában tekinthető meg július 29-ig.